Ködör Zoltán, ezzel beszélgetünk. Zoli, tudtad, a mérkőzés előtt már nyilatkoztat, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számít, ez bejött? Hát persze, tehát én azt gondolom, hogy tehát jó edző a fej, tehát tisztában volt vele, hogy ugye mit játszunk, próbálta ugye ezeket széttördeni, de én azt gondolom, hogy nem is ez volt a fő kulcs, hanem ugye saját magunkat okolhatjuk elsősorban ugye a védekezésbe. Hát a védekezésben nem voltak meg azok a faltok, ebben még tovább kell menni, tanulnunk kell, de nincs ezzel semmiféle gond, de 16-17 éves lányokkal játszunk. De ma egy kicsit a támadó játék elmaradt, tehát ugye ez volt a különbség, tehát lehetett volna az, hogy a védekezésben még bele is belecsúsznak hibák, de most azért sok is volt, tehát ezt azért nem hiszem, hogy ezt nem szabadna mondanom, tehát mindenképpen a védekezésre javítani kell, illetve hát mindenképpen azt gondolom, hogy támadó játékban ilyenkor is, tehát jobban fel kell vállalni, na sok volt a technikai hiba, azt is kell nekünk tanulni, hogyha hátrányban vagyunk, hátrányból vagyunk föl, nem adtuk föl végig, tehát azt gondolom, hogy végighajtottuk az egész meccset, egy jó kikapcsolódást okozva, én azt gondolom a szurkolóknak, hát bízom benne, hogy következőben több szerencsénk lesz, aztán nyerünk. Kocsát Dorottyával beszélgetünk, 3 gólt szereztél, ezzel járultál hozzá a hazai 23 találathoz, milyen volt ez a mérkőzés belülről? Hát én úgy gondolom, hogy a védekezésen kellett volna javítani, ezen leszünk az edzésen is, hogy ezt tudjuk javítani, a támadásban meg voltak a helyzeteink, sajnos sok zicsert hibáztunk.